Ott voltam a fény közepén, és a fényből kivált egy ember formájú alak, és összeölelkeztünk, és éreztük, hogy mi régebben is, és még a jövőben is, hogyha ebben a síkban lehet időt egyáltalán megfogalmazni, mi egybe tartozunk. Kizuhantam a testemből, de a zuhanásnak a végén magam fölött voltam. Láttam, hogy hogyan fekszem a földön, és ez érdekes, hogy meg sem lepett. Sokkal könnyebb úgy, amikor az ember rájön, kérdései választ kapnak, hogy az a világ, amiben élünk igazából, az csak egy, ha úgy tetszik, egy állapot, egy fázis állapot. Halál nem a mi dolgunk, ez igaz. De valahogy az az érzésem, hogy ez egy olyan abszolútum, a születés és a halál, ami nem emberi kompetencia. Tehát nem a mi dolgunk, ez igaz, de mégis mi vagyunk ebbe benne. Azok, akiknek volt halálközeli élményük, mindannyian állítják, hogy valójában jártak oda át. Bár az ő szemszögükből nézve maga a szóhasználat is értelmetlennek tűnik, hiszen élet és halál mesdjéjén nincs ide át vagy oda át tér és idő. Mindaz, ami velük ebben az állapotban történik, szavakkal alig ha leírható tapasztalás. Bár sokan idegenkednek attól, hogy a velük történtekről beszéljenek a kételkedések miatt, mégis többen elmondják, hogy halálközeli élményüket követően teljesen más emberekké váltak. A halálközeli élmények során az emberek túlnyomó többségét eltölti a nyugalom érzése és annak megtapasztalása, hogy a tudat a testtől függetlenül is létezik. Gyakori jelenség, hogy az illető személyek egy alagúton repülnek keresztül, majd ezt követi egy szeretetteljes fénylénnyel való találkozás. Előfordul, hogy saját életfilmjük is lepereg előttük, amely megdöbbentő részletességgel tartalmaz régen elfeledett epizódokat. A különös tudati utazás záróakkordjaként elérkeznek egy határvonalhoz, amelyen nem léphetnek át, mert különben nem térhetnének vissza földi életükbe. A halálközeli élmény egy különleges állapotban áll elő, amikor a test vagy egyes részei kezdik felmondani a szolgálatot. A világ nagy vallásainak szent könyvei közül valamennyi szól a halál utáni lét kérdéseiről. A gyakran jelképekbe burkolt mondani való mögött ugyanazokat a tartalmakat fedezhetjük föl, mint a klinikai halálból visszahozottak által elmondottakban. Biztos, hogy valami van mögötte, hogy nem tudjuk jól megfogalmazni ezt a jelenséget, amit takar, amit minden hit vall egy bizonyos fokig így vagy úgy, és amit egy bizonyos fokig alátámasztanak a jegyzőkönyvek, amik a vallomásai, akik a halál közeli élménybe visszatértek, és ilyesmiket láttak. Tehát összeveted a Biblia tanítását, és ugye már több millió ember esett át halál közeli élményen, azoknak a vallomását, nézed a tibeti halottas, tehát ha nézed a különböző kultúráknak az erre vonatkozó tanításait, a följegyzéseket, és mind beszélnek erről, majdnem kivétel nélkül, de mind, tulajdonképpen egy többnyire szimbolikus képes beszédet használnak, mert azt érti meg az ember. Bernadett a halálközeli állapotok azon típusát élte meg, amit kihagyásos élménynek neveznek. Az ilyen jellegű események az emberek nagy többségénél olyan személyiségváltozásokhoz vezetnek, amiket az illető emberek nemigen tudnak megmagyarázni. Bernadett regressziós hipnózisban szembesült azzal, hogy ő már járt egyszer élet és halál határán. A hipnotizőr által külsőleg irányított folyamatban ugyanazokat a jelenségeket érzékelte, mint a klinikai halálból visszahozott személyek.
Nagyon hasonlított az egész ahhoz, mint amikor az ember álmodik. Tehát ugyanúgy nincsen teste az embernek, kalandozik különböző világokban, tájakon, és voltak éppen nem is igazából én voltam, hanem tehát nem a magam való személye lebegett azokon a vidékeken, hanem tulajdonképpen csak egy test nélküli gondolat. Az első táj, ahová érkeztem, egy tó volt, egy vízeséssel, és éreztem, ahogy rám pereg ez a permet, ahogy zúdul le a víz, és folyamatosan végig az élményem során, a regressziós hipnózis során nagyon meleg, kellemes környezetben jártam. Nem volt forróság, és nem volt hideg sem soha. Mindig körbevett valami világító fény, és ez a fény ez mindenből áradt. A tótól utána tovább kalandoztunk, találkoztam a szellemi vezetőmmel, elvezetett egy hatalmas óceánhoz. Nagyon nagyfokú harmónia és nyugalom áradt mindenből, sima volt a víz, és hogy suhantam át a víz fölött, szigeteket láttam, kíváncsiságból bementem az egyik szigetre szétnézni, rengeteg növény volt, és itt tapasztaltam meg a színek harmóniáját, hogy mennyire összhangban van ott minden. Nyugalom volt, végtelen nyugalom, és áradt a fény a növényekből is, minden egyes levélből. Egy tisztásra érkeztem, és a tisztásról mentem fel egy hegyoromra, de ez furcsa, hogy felmentem, mert nincsen az embernek lába, amikor ott járkál, mászkál ezeken a vidékeken. Egyszerűen azt gondoltam, hogy fel akarok menni a hegycsúcsra, és ott voltam. A hegycsúcson aztán szétnéztem, és akkor tapasztaltam meg, hogy voltak éppen ez a harmónia, nem csak a tájban van benne, hanem ezt saját magamban is meg tudom teremteni. Egyszerűen egy voltam a vidékkel, amin jártam. A körülményektől függően a halál közeli élmények két típusba sorolhatók. A hosszantartó betegségek után bekövetkezőkről összességében elmondható, hogy bennük a misztikus, látomásszerű elemek játszanak jelentős szerepet. A hirtelen traumákból következő esetekben azonban a testen kívüliség élménye dominál. Wolford Attila életveszélyes sérüléseket szenvedett egy autóbalesetben, amikor a testétől elvált tudata felülről látta az időközben történő eseményeket. Magára a baleset körülményeire már nem igazán emlékszem. Magára a csattanásra és utána a zuhanásra. Kizuhantam a testemből, de a zuhanásnak a végén magam fölött voltam. Láttam, hogy hogyan fekszem a földön, és ez érdekes, hogy meg sem lepett. Néztem, hogy hogyan fekszem, hogy áll a lábam, hogy áll a kezem, a szemem tárva nyitva. Mint hogyha egy filmet néznék. Nem volt se fájdalom, sem érzés, hogy most félnem kellene valamitől. Időben ez szerintem nem tarthatott tovább egy pillanatnál, vagy 5 percnél, nem is tudom időbe határolni. Nekem ez pedig óráknak tűnt. Maga a zuhanás, az, hogy magam fölött vagyok, hogyan fekszem, meg az egész, ami lezajlott ott előttem, hogy ott fekszem, és mint a kő. Egy másik anyag, de tudom, hogy az én vagyok, meg az, ugye az is, aki fölül. Gondolkodtam azon, hogy honnan is zuhantam, mert
azóta folyamatosan előfordul velem, hogy ahogy lefekszem, és az a zuhanás megtörténik, szinte nap mint nap. És nem tudom, hogy hova kellene megérkeznem ezzel a zuhanással, vagy hogy honnan zuhanok, hogy talán belül van egy külön világ, ahonnan kiszakadok. Hogy miért jöttem vissza? Ezek mind kérdések, amikre keresem a választ. A kereszténység eszmeiségében a halál utáni élet kezdete a feltámadásban nyilvánul meg. A halált követően a lélek egy másik létezési formában él tovább. A mód, ahogyan a lélek tovább élhet egy másik létsíkon, megmutatkozhat az illető személy életében már jóval a halála előtt. Amikor halálról beszélünk, akkor lényegében arról beszélünk, hogy az embernek a lelki világa kiszabadul a testnek a börtönéből, ahogy sokan azt nevezik, és akkor egy más létdimenzióba kerül. Most ez a más létdimenzió az, amit úgy fogalmazunk meg, hogy a lélek tovább él a halál után is, ezt a keresztény hitvilágban feltámadásnak nevezik. A klinikai halál állapota az egy olyan mélypontot jelent, amikor egy ember megtapasztalja a múlandónak és az öröknek az ellentétét. Azt mondják, hogy az ilyen emberek, akik klinikai halál állapotába kerülnek, mindenképpen utána egy bizonyos fajta hit után törekednek, egy bizonyos hitvilágot szeretnének elfogadni, pontosan azért, mert a múlandó és az öröknek az ellentétét megtapasztalva, egyszerűen szeretnének élni azzal a lehetőséggel, hogy ami múlandó, az valóban ne legyen hatással olyan szinten rájuk, mint az, ami örök. Liptai Wagner András a halál közeli állapotok kutatója szerint a különböző népcsoportok túlvilágra vonatkozó képzetei nagy mértékben emlékeztetnek azokra a benyomásokra, amelyekről klinikai halált megélt személyek is beszámolnak. A magyar népi hiedelemvilágban is föllelhető a test és lélek szétválásának gondolata. Számos népben, még az erdélyeknél ma is feltalálható, van egy olyan tanatológiai tudás, tehát a halál lefolyásának tudása, ahol mindenki azt mondja, amit a klinikai halálban is sokszor hallani, a lélek kiszakad, a tudat kiszakad a testből, és elindul a saját útján. Jellemző, hogy bizonyos életkor alatt a gyermeki elme épp úgy, mint a tudatalatti, nem érzékeli a halálban az elmúlást. Ők eredetileg nem félnek, és nem tudják, hogy mi a halál. Egyszerűen nem tudják, hogy mi az. De ez azt fűzi hozzá az ember, hogy a tudatalan sem tudja, mi a halál. Vagyis a tudatalan tudja, hogy nincs halál. És ők még tudják, hogy nincs halál, csak aztán mi tőlük megtanulják, hogy van, és hogy az valami nehéz, az valami borzalmas, attól félni kell, és minél jobban mosolygunk, és minél jobban titkoljuk, és minél jobban hazudunk, annál nehezebb helyzetbe hozzuk őket, és annál inkább tudják, hogy nehéz. Az intenzív osztály állandó halál közeliségében dolgozó orvosok nem engedhetik meg maguknak a túlzott érzelgősséget. Hivatásukból adódóan a halál közeli élményekben nem a misztikumot látják, hanem inkább a tudományos magyarázatokat keresik. Ezek a jelenségek, ezek a tapasztalatok bele vannak kódolva a mi tudatunkba. Én azt gondolom, hogy minden jelenségnek megvan a racionális magyarázata, és azt hiszem, hogy az agykutatás, ahogy halad előre, előbb-utóbb tudni fogjuk, hogy melyek azok az agyi központok, melyik azok a folyamatok, amelyek ezeket a jelenségeket magyarázzák. Dr. Tóth Béláné első gyermekének születésekor császármetszést kellett alkalmazni. A szülést követően fellépő halál közeli állapotban vele történtek nagy része a mások által is tapasztalt elemekkel párhuzamba vonható. Közülük a legérdekesebb mozzanat a testbe való visszatérés volt. Kék alagútba találtam magam, ahol szágultam fölfelé, az alagúton föl, és nagy zaj volt. Azt hiszem, hogy a világ összes harangja zúgott, síp, dob, kakofónia, és nagyon kellemetlen zavaró hangok voltak, de én szágultam fölfelé.
Úgy éreztem, hogy ebben a nagy szágmutásban beleverem a vállam, és tudom, hogy a jobb kezemmel akartam megfogni a vállam, hogy nehogy ugye megüssem. És akkor rájöttem, hogy nincs kezem, nincs vállam, és erre nagyon emlékszem, hogy úristen, lábam sincs. És egy percre, hát, hogy mondjam, megijedtem talán, de apecipiáltam, hogy én akkor most meghaltam. Én most egy lélek vagyok, hiszen nincs testem. És akkor megszűnt ez a zaj, ez a lárma, de a száguldás fölfelé a alagútba az tovább tartott, és láttam ezt a gyönyörű fényt, egyre nagyobbat és nagyobbat. Ezt a fényt talán a nátrömgőz lámpa sárgás-vöröse színe, ezt tudom legjobban hasonlítani, de annál kedvesebb volt. Így tudom, hogy kedvesebb, szóval hívogató, meghatóan szép volt ez a fény, amit sajnos nem értem el. Tehát rohantam, száguldottam, és nagyon vártam, és erre az érzésre emlékszem, hogy már csak ott lehessek, amikor megszűnt, és egyszer csak egy teljesen üres korterembe, felső sarokba találtam magam. A korteremben valaki feküdt az ágyon, valószínű, hogy letakarva, mert föntről, ahogy láttam, szétnéztem, szépen sütött a nap, a levéltelen fa gajakat is láttam, és egy üres terem, és ott valaki fekszik. És talán itt tudom mondani, hogy mivel hogy gondolkodni tudtam, fölmértem mindent, hogy ó, ez a szegény, ki lehet itt, aki fekszik az ágyon. Fehér lepedőben letakarva, és hogy közelebb mentem, már idézőjelben mondom, hogy mentem, mert nem mentem, mert nem volt lábam, csak közelebb kerültem. Kb. Egy méterre, és tudom, hogy ott álltam, csak itt tudom mondani, és néztem. Ekkor így tudom mondani, hogy beugrottam a lábam nagy ujjába. Tehát a legelső új percbe, ez a szó a legjobbra, hogy beugrani. Tehát beleugrottam, és éreztem, hogy én most megyek fölfelé. Az első új perc, lábközépcsontok, lábtőcsontok, boka végig. Ahogy vonultam, vagy mentem, ugyanakkor mindig mondtam azt a részt, ahol most éppen tartok. A csontokat latinul, az izmokat, a vérereket, az artériákat, a vénákat. Tehát végig, 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 és még arra is emlékszem, hogy meg is dicsértem magam, hogy annyira okos vagyok, hogy én ezekre ennyire pontosan emlékszem. Tökéletesen, és egyre jobban éreztem, hogy megy belém az élet. És a térnél, a patellánál az a gondolat, hogy úristen, mi van, ha tovább nem tudom. Valahogy úgy éreztem, hogy a tudás meg az élet összefügg. Ez annyira világos volt előttem, és de tudom, hát ugye patella cörül le a kéz, és akkor fölébredtem. Tulajdonképpen ennyi volt az esemény, tehát nem jutottam el sajnos a fényig. De arra is emlékszem, hogy amikor a korterem felső bal sarkán megjelentem, bosszantott, hogy én hogy nem kerülhettem el a fénybe. Annyira szerettem volna, nem tudom mai nap is, hogy miért szerettem volna annyira fénybe jutni, nem sikerült. A halálközeli élmény az akkor még materialista felfogású fizika-biológia szakos tanárnő számára nyitott kérdés volt kezdetben. Az orvos-filozófus Raymond Moody által írt Élet az élet után című könyv elolvasásakor vált bizonyossá számára, hogy neki valójában halálközeli élménye volt. Választ kapott arra, hogy az akkor látottak akár reálisak is lehettek, hiszen saját élményei szóról-szóra összevágtak a könyvben leírtakkal. Azt hiszem, a legnagyobb adomány, amit az élettől kaphattam, hogy nem félek a haláltól. Edith a fénybe eljutva megtapasztalta a végtelen szeretet és tudás mindent átölelő teljességét. Az általa fénylénynek nevezett személy emlékeztette őt arra, hogy nem maradhat tovább ebben az állapotban. Egy sugallat is párosult mindehhez, miszerint azért kell visszatérnie, mert nem jött még el annak az ideje, hogy távozzon abból, amit mi életnek hívunk. Nagyon beteg voltam. Ez 11 évvel ezelőtt volt. És igazából az orvosom, meg orvosok nem tudták, hogy mi bajom van. És ez a halál közeli élmény a kórházba kerülésem előtti éjszakán történt. Igazából tehát ez nem műtéti körülmények között volt, hanem nagyon-nagyon-nagyon rosszul voltam, fölébredtem arra, hogy nagyon-nagyon rosszul vagyok, és éjszaka, és
az volt az utolsó gondolatom, amire emlékszem, hogy én most Istenem meghalok. Akkor hirtelen egy ilyen szűk folyosó vagy barlangrendszerbe találtam magamat. Ilyen asztrális színek villódtak, kékek, lilák, ilyen fénybelövellések, és egy ilyen tér nélküli semmibe találtam magamat. Amikor föltettem a kérdést, hogy mit keresek én itt, akkor egy nagyon furcsa, nagyon tiszta, nagyon zengő hangot hallottam, hogy vissza kell menned, szükségük van rád. És amikor ez a furcsa kérdés-válasz elhangzott, akkor olyan érdekes volt, hogy igazából tudomásul vettem, hogy valami bennem visszaküldött engem ide, de ugyanakkor azt is módon volt megtapasztalni, hogy olyan, mint amikor az ember hazaér. Edith elmondása szerint az ő élete gyermekkori kérdéseire adott válaszok sorozata. Már egészen fiatalon foglalkoztatták élet és halál titkai, a halál közeli élmény pedig meggyőzte arról, hogy létezésünkben minden egy teremtő akarat tudatos része. Mindez tükröződik alkotásaiban, amelyekben transzcendens rendszereket jelenít meg. A képeken látható szín és formavilág megalkotásában a halál közeli élményben megélt benyomásai is megjelennek, mint az ottani tapasztalatok lenyomatai. A halál közeli élményen valamin túlmutat, illetve valaminek a gyökereig vezet el. Lehet, hogy ez visszajön a képekben. Lehet, hogy ez visszajön. A halál közeli élmények megtapasztalása után az emberek nagy része elmondja, hogy számukra az élet valódi értelmet nyert. Újraéledésüket követően biztos tudásuk lett arról, hogy földi életük célját annak tükrében kell újraértékelniük, amit a halál közeli állapotban megtapasztaltak. Életüket igyekeztek úgy berendezni, hogy abban minél jelentősebb szerepet játszon az embertársak felé tanúsított szeretet és a tudás kiteljesítésére való igény. Filmünkben halálközel élményt megélt emberek és a témában illetékes személyek megszólaltatásával igyekeztünk bizonyítékokat keresni arra vonatkozóan, hogy a halál után létezhet egyfajta másik élet. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik vállalták, hogy elmondják véleményüket és tapasztalásaikat. Számukra a klinikai halálban történtek megdönthetetlen bizonyítékai annak, hogy létezik az emberben valami, ami halhatatlan.